esetleg sikeres vállalkozók. Szabados László, borkészítőnk, és sok évvel ezelőtt mondott le a mi kedvünkért arról, hogy a saját borát elhozza a versenynek. Azóta segíti a kiváló bizottság munkáját. Szeretettel köszöntjük a zsűriben Stíren Lászlót, aki szintén a zsűri alapot tagja, illetve kollégánknak most már második évben sokkal gyengőbb, harmadik, bocsánat, aki lassan dolgozza magát, azt gondolom, az idősebb kollégákhoz, és hagyományainkhoz híven az idén is egy műsorral is készültünk önöknek. Engedjék meg, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntsem és bemutassam önöknek Kovács Gábor muzsikus, dalszerző, népzenész, aki ez alkalommal a saját maga által megzenésített verseket, illetve az egyik produkció esetében a saját szövegével készített dalát fogja önöknek egy csoportba fűzni, és a végére jutva ennek a kis műsorának még egy-egy meglepetés is várható, amelyet nem szeretném előre elárulni. Amiket hallani fognak tőle, Kis Benedek Andrásnak a részlet című versének megzenésítése, illetve szintén Kis Benedek dal az örök herceghez, Babics Mihály diáknóta, a borhoz való ének, illetve Baka István Friedman episztolái 21-es sorszámban parancsolj, vigyed a pályán. Tudom, elsősorban az értékelésre kíváncsiak. Vagy elsősorban kóstolás van, ami aztán következik, másodszorban az értékelésre. Azért is kell mondani, mert megsúgom önöknek, én pedig pár évvel zsűriben szoktam dolgozni, és ha sem kevésbé megvetelődik bor zsűrinek lenni, de a borhoz nem értek. Pánikához sem, csak szerintem. Látom, készültek pogácsával, készültek nyilván borokkal, akkor az András napok rövid néhány sorával köszöntöm önöket, Kis Benedek. Étessen szép föld, sóval, pogácsával, itasson a mennyét jó remény borával, erőnk erősödjék, tűzünk égjen lángba, békéljünk te babjot karjacó világgal, te soha ártással, rongyász a vadással. Égesse ne szép föld, sóval, fogácsával. Ígérem, hasonlóan rövid leszek, bár azt mondták egy 20 percet, fél órát azért énekeljek önöknek. Ott már nem rövid. Akkor fokozatosan nyújtom a versek rosszát. Hát egy jó másfél évtizede, előbb Deáki Péter fönn az irodában utána is nézett, bukkantam rá egy irodalmi folyóiratban egy olyan versre, amire azt mondtam magamban, hogy na, ezt énekelni kell a tisztelt közönség, hogy mindenféleképpen, mert Babicsot nem úgy ismerik, ahogy most hallani fogják. Mert Babics azért nem csak az a ménesen komoly filozófikus költő, mindjárt kiderül, ifjú korában a következő verset ciszterci tanárai bosszantására írtam. És nyilván egyetértenek önök is a vers tartalmában. Mind azt mondja a bölcs Páter kétszínűségében, sose nézzek lány szemébe kancsó fenekére, hagyjam édes hajnal éltem múlni gyümölcs nélkül, másképp Isten végteimmel soha ki nem bénül. Hagyjam édes hajnal éltem múlni gyümölcs nélkül, másképp Isten végteimmel soha ki nem bénül. Thank you.
neked szép tavasznál jobban ízlik hófaj. Csak parancsolj te magadnak, nem ura, fagó vagy. Én tovább is ifjú éltem, gondolatú lélem. Hűt szívek fagyos fejéhez magamat nem mérem. Én tovább is ifjú éltem, gondolatú lélem. Hűt szívek fagyos fejéhez magamat nem mérem. Tarts örökké, édes ifjúságom, s nagy szívemre, hogyha eltűz, tűzni szép virágom. Tarts sokáig, tarts örökké, édes ifjúságom, s nagy szívemre, hogyha eltűz, tűzni szép virágom. Jöjjön, sok új nemzeti, csinyom tószkot az örök herceg.
egyszerre csak ti ezt kívánja, Istenedekre. Ismerős lehet, hiszen Villon műveiben, valódi fordításában ez rendben szinte reflékételül, nyilván Kis Benedek is, nyugodtan hadd beszéljen, kedve van hozzá. Még ráadásul a nót egy kicsit megkiszolt, hogy élek, akik majd aztán folytatják a szőlőtermelést, a borkészítést és minden szép régi hagyományokat remélik. Ja, attól függ mindenre is megrészesülnek. Szóval visszatérve az örök hercegre, Villon, mint a középkor hihetetlen nagy, hát én nem is tudom, minek mondjam, korhelye vonult be az irodalom történetbe, de egyébként Villon korában is még pár száz esztendeig teljesen általános volt az elfogadott költészetben, sőt, mondanám azt, hogy az udvari költészetben az a fajta kicsapongás, meg léhaság, amit Villon is képvisel, és nem csak a francia királyi udvarában, ahova félig meddig olyan ellenzékiként, félig meddig talán irodalmi udvari bolondként időként beállt Villon, hanem ez így volt szerte Európában, itt nálunk is, Magyarországon, de így volt ez Svédországban is. Ezt azért mondom, mert Villonhoz hasonló költők és hasonló kaliberű költők rengetegen vannak azokból az időkből, többek között a most következő vers költője, aki igazából egy német költő, Bermannak hívták, Bermannia von Bermann, ő aztán a léhasága és a üzleti, meg egyéb ügyletei miatt menekülni kényszerült Németalföldről, meg sem állt a svéd királyi házig, ahol aztán nem tudták, hogy itt fogadnak be, és mivel nem ismerték, hát fölvette a jópofát, és irodalmárként, verselőként, amiben nagyszerűen meg is általán a helyét, folytatta tovább a tevékenységét, csak már nem a hanzavárosok, meg a német városok kárára, hanem a svéd király kárára. Maga István fordításából, akkor Friedman episztolái közül, levelei közül a 21-es következzék, még egy kicsit visszautalva az örök hercegre, és fellegek árnya, száll le a kájra, elhol a szél, mely elég zsinatolt. Fénylik a város, dél aranyát, most váltja ezüstre az esteri bolt. Zord kutya hördült, őt kapud ördült, zengjen a kút. Hova jutsz, láb, serdik az utcán, csincsi az utca nulla, helye fúj! Elnebotolygott, leld meg a pultot, és dapogasd ki a flaska nyakát. Rászd fel a fűszert, húzd a menőt meg, s vedd hegedődet az állat alá. Kitaposd el, zengjen a hangszer, menjen is áll. Mennyei hála, híva leállt, a gyertya kezében az ágyba talált. Látod-e híve, vérzik a szíve, itt van a flaska, a gyertya, a lány. Ezen harsok, ács, ami kósok, s itt van a bert is régi bolán. Ulla a pendejt fogva előleg, hej, szaporázd! Hét a hajások, robjon a táncok, tapsra üges, valogjon a lát. Nőjön a lárma, gyert a világon, villog a mennyezeten falakon, most nem is
sonkát, hozd be a sonkát, dísze virág, ne csodás, ne finom. Perzsel a vérem, hallg az elészem, hogy tralát. Szép szeme zárva vágyi, de lányra szívem, az árva lezár, csak a láz. Csalfa szerencsét, rágalom ínség, áldott idő, ha el is szomorít. Hagyd a csodába, köpj a világra, s minden igóra örömteli vég. Járjon a lábad, fogd apádat, s prószít üvölcs. Táncban a szépen jól csöcsörész, de csányba cipel, csak is így tesz a bölcs. S napsz meg a sonka, segít a baján. Rajta barátok, járjon a szádok, kezd beleperd. Tombol a bocska, jót kul a bunkba, míg feketélnek az égi hegek. Mit fecserészel, állni merészel, ropjad a táncot a franc nevelén. Rajta kurázsi, táncba magázsi, nyűjt hegedűre, szakadjon az ég. Szó eci régen, már a szeméten várja a tűz. Hadd tegyen urrá, s napsz meg a urrá, Vénuszi vágyat, a bakkuszi űz. Vénuszi vágyat, a bakkuszi űz. Aki éhes, aki inna már,
aki szomjas, aki éhes, aki inna már, kinek megnyílik a pince soron minden zár, kinek megnyílik a pince soron minden zár. Ez a szöveg nélkül idéz, ugye? Egyértelmű, de fülhetik nyugodtan velem. Majd kiderül, hogyha kibeszéltem magammal, hogy mi is ez az elején rész, de aztán következzék a második szakasz. Az a vendég, kinek poharában nincsen bor, az a vendég, kinek poharában nincsen bor, hozzon föl magának fél litert a hordóból, hozzon föl magának fél litert a hordóból. Az a gazd, akinek nincs bora a hordóba, az a gazd, akinek nincs bora a hordóba, töltsön 3 deci pálinkát a borsóba, töltsön 3 deci pálinkát a borsóba. És ez megint ugye a zenekari rész, amit kénytelen vagyok vagy átbeszélni, vagy átfütyülni, ugye? Most az előzőt választottam, de ígérem, a legközelebb ide érünk, ez a részhez akarok végigfütyülni. Kinek nincs szekere, kesely lova szőlője, kinek nincs szekere, kesely lova szőlője, bújjon el magába egyedül az erdőbe, bújjon el magába egyedül az erdőbe, szedjen száraz vajat, tegyen tüzet, vágjon fát, szedjen száraz vajat, tegyen tüzet, vágjon fát, abból faragja a boros gazda hordóját, abból faragja a boros gazda hordóját. Az a csalva, akinek szíve mindig másért fáj, akit minden este másik legény csókja vár, akit minden este másik legény csókja vár, kinek most a hűség kétharmados árenda, kinek most a hűség kétharmados árenda, aki még ma éjjel bebújik az ágyamba, aki még ma éjjel bebújik az ágyamba. Nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem, hogy Gábor egészen biztosan nem utoljára volt a vendégünk. És akkor csapjunk a lovak közé, ahogyan már az utóbbi években szoktuk, kivéve amikor én elfelejtem és össze-vissza beszélek, a szöveges részletes értékelést mindenki meg fogja kapni szépen leírva. A katalógus pedig szintén majd az eredmények végén tőlem, a többekkel majd körbemegyek és kihoztam. És akkor kérem szépen Klárikát arra, hogy egy összefoglaló értékelést mondjam. Hölgyeim és uraim, tiszteletben köszöntöm Önöket a 2014-es évjáró Boralinak az értékelése során. Valamennyien emlékszünk rá, hogy mennyire szélsőséges volt az elmúlt évjárat. A írtás középhőmérséklete az magasabb volt 2,1 fokkal a 60 éves átlagnál, mert 13,9 Celsius volt, ugyanakkor a csapadék 50%-kal meghaladta a 60 éves átlagot. Ha visszagondolunk az év első negyedévére, január-február-márciusra, mindegyik hónap jó néhány fokkal melegebb volt az átlaghoz képest. Már február közepén a mandula virágozni kezdett, a márciusi meleg pedig korai fakadást eredményezett, mivel tudjuk, hogy ahhoz, hogy a szőlőbe a vegetáció meginduljon, a 10 Celsius fokot kell elérni a napi középhőmérsékletnek, és ez tavaly március 12-től megvolt, így megindult 21-től a bükkfakadás, amely március végéig be is fejeződött. Áprilisban ezt követően lehűlés, április közepétől még hó is esett. Május, június hőmérséklete átlag alatti volt.
május közepétől június közepéig, június első dekádjáig lezajlott. Ekkor szőlőérlelő jó idő következetben, gyors volt a hajtás növekedés, de mivel júliusban jelentős volt a páratartalom, ennek hatására a betegségek tovább fokozódtak. Utána augusztusban, szeptemberben jelentős legyülés következetben a 18-20 Celsius fokot a legmagasabb napi hőmérsékleti érték nem haladta meg, ugyanakkor szeptemberben ez csak 15 Celsius fokos volt. És akkor részletezném az esős napok számát, mert az a másik tragédia, hogy a ló nem tudott felszáradni, mivel júliusban 15 nap, augusztusban 13, szeptemberben 20, októberben 7 nap volt. Tehát hiába volt meg önökbe a jó indulat, még a méreg is fokozottabb hatott, hiszen hiába tervezték a felmentezést, egyszerűen nem lehetett oda a lomra rámenni, illetve nem lett volna értelme, mert a lomb olyan terves volt, ahogy jöttem az eső utána, tehát a hatását a felmentezés nem tudta kiváltani. Akik napokat működtetnek, ők is tapasztalták, hogy azoknak az államtervezető képessége is növekedésbé csökkent, olyan volt az időjárás. A mától lehet, hogy megjük. A benevezett poroknál előforduló eltéréseket, észrevételeket, hogyha észrevetni, akkor megállapítható volt, hogy valamennyien nagyon szépen üvegpalackba, de már a palackok lezárásához használt dugók minősége az nem egyértelműen dicsérendő, hiszen jelentős mértékben használtak használt dugót is, aztán nem a palackra illő dugót, tehát mondjuk egy spitzdugó van egy palackozásra való üvegpalackban, ami nagyon beleesik, vagy megfordítva egy olyan dugót, ami korábban borba volt. Ezek azért nem csak az igényességünket, hanem a boroknak a minőségét fogják befolyásolni. Hiszen ha arra gondolnak, hogy egy dugó, ami korábban borba volt, az valamelyik borbákába szív. Ha ez utána szárazra kerül, mondjuk egy lakásra, akkor még ki tud száradni, de ha én a pincében nedvesebb körülmények között használom ezt, vagy ott hagyom és tárolom, ott már elindulhat egy-két korosodás, és higgyék el, hogyha csak rövid ideig is, de az ilyen dugós dugóval érintkezik a bor, az már a borra is rá tudja nyomni a hatását. De hasonlóan negatív tapasztalat érezhető a csavarzáros üvegnél, mondjuk hol volt előtte az üveg, ráteszik a borra, vagy egy intenzív aromás italról ráteszik a borra. Ezért, ha ilyet használnak, akkor csavaros zárás esetében is csak ha használatra készülnek, csak ásványvizes palackot és csak ásványvizes lezáró kupakkal azokat vegyék igénybe, semmi egyéb üdítai kupakkal is ajánlani. A színek, a boroknak a színe nagy mértékben megfelelő volt. Egynél találtunk enyhe pirkadságot, majd a gazdája, hogyha megkeres, akkor beszéltünk róla, hogy hol kaphatta a bor, hogyha nem éppen véletlenül egy vörösboros hordóban készítette. Az illat már elég széles skálán játszott, hiszen a sok évi beszélgetés ellenére még mindig fordulnak elő kénezetlen fáradt borok, ugyanakkor talán az idejében jellemző volt, hogy a ként, főleg a fehér boroknál lehetett érezni, hiszen a kémezés mértékét azt az alapanyag minősége határozza meg. Valamennyien tudjuk, hogyha hordóba tárolunk egy bort, mivel porózus a tárolvezék szerkezete, amin keresztül levegő éri a bort, úgy ugye a kémcsökkenés nagyon mértékű. Más a fémtartályban, más az üveg edényben, hiszen ott nincsenek porusok, tehát sokkal hosszabb idő kell ott, hogy a kén az csökkenjen. Ugyanakkor a bor szerkezete is jelentősen, és a, hogy száraz vagy édes, az is befolyásolja a bornak a kénzőségét.
magasabb járatokban kevesebb kint kell használni, mert ha arra gondolunk, hogy az alkohol, a sav már jelen van, hogy védelmet nyújtson a bornak, akkor ugye kisebb mennyiségű kén is elég, hogyha minden tisztán tartunk ehhez a biztosítékhoz, és a sav gátolja is a borokkényen előképességét. Ugyanakkor a cukor tartalom az, amihez kötődik, tehát gyorsabban átalakul a szabad kénesav tartalom, ami a bornak a védelmét szolgálja, tehát édesebb boroknál megnyitó mennyiségű kén kell használni. Gondolom, hogy akiknél kénes, vagy az a megjegyzés szerepel a boron, ők a szokásos mértékben kéneztek, és kevésbé lehet figyelni az évjáratnak a specialitását. Sajnos a fáradtság egy-két tételnél olyan mértéket öltött már, hogy teljesen szétesett a bor, az illatába, az amatába már a kenyérjéi szag megjelent, már majdnem előfordult olyan is, ahol már egészen a karamellnek az a barnás színe illata, és a rágondolunk az amata is megjelent a borban. És egy nagyon jelentős és nagyon zavaró borhibával is találkoztunk. Ez pedig a kénhidrogén szag volt. Ez a bor, nem is tudtuk semmi levéllel sem jutalmazni, és itt nagyon sürgős lenne a gazdának a beavatkozása, hiszen ez a folyamat ez nem áll meg a vastádiumban, hanem olyan mértékben tud tovább folyni, amikor már a ökszerszak kialakul, ami igazából nem is tud már segíteni. Zamatban kicsit szegényesek voltak a borok, hiszen kevésbé jelent a termés. Ugye ahhoz, hogy harmonikus borok szülessenek, ahhoz félreérett alapanyag kell, ahol a cukorsav arány, azaz a glikoacidilektrikus mutató, a cukor és a savnak a hányadosa 19 és a 32 érték közé kell, hogy beérjen, akkor biztos, hogy harmonikus bor lesz. Hát az idei évre a sav messze vezetett, az alkohol nagyon alacsony volt, és ennek hatására harmónia nem tudott kialakulni, sőt, az éretlen alapanyagból adódóan egészen kellemetlen cserszavas, spanyol, húzós borok is születtek, mintha áztatták volna a termést, mert tulajdonképpen ilyen savakkal találkozunk. Igazából a borharmonizáció során, miután a cserszavnak a zselatina párja, tehát hogyha nagyobb mértékű a született alapanyagban a cserzőanyagtartalom, akkor ugye nagyobb mennyiségű zselatinnal a deríték, az akkor ezt le tudta volna kötni, tehát az iszharmonizációt ilyen derítéssel lehetett volna elősegíteni. Néhány tételnél magas, szinte égető alkoholtartalmat éreztük, hiszen a cukorára szerencsénkre, mármint háziasszonyom szerencséjére csökkent, ezt a kis kihasználják, és egy pici kizsőként több zacskót használtunk, ami szükséges lett volna. Ugye ezzel biztosították azt, hogy az alkoholtartalom megvan, de ami kellene, hogy a zavarba is ellenpólus legyen a glicerin tartalom, ugye az éretlenség miatt nem tudott kialakulni, tehát kicsit vékony, kicsit rövid nyelettű, szinte a számba megálló borok születtek. És hát az alatok se olyan összetettek, mint a korábbiakban. Akkor elvágyunk nagyon gyakran. Fordulj elő olyan tétel, ahol a maradék cukor, tehát az alkoholt javították, a beltartalmi érték az szerint, ugyanakkor még maradék cukor is van a borba, hát nem minden esetben szolgálta a harmóniát, sőt, hát az ellen hatott. Ennek ellenére tiszta, csak szerint alakú bort kell választani belőle. A másik tényleg pedig volt olyan kényelmes magára adott bor, ahol ha sürgősen nem kérdezi a gazdája, akkor ez a bor illósodni fog. Ha most a technológiai észrevételeket érintem, akkor a hordókezeléssel újra foglalkozunk el.
legyen, a hordót kimossuk, attól jó! Aztán csak a bőrrel égetjük, és amikor kiszáradt a hordó, akkor lefélezzük. Egy bort azért kellett elveszteni, hogy nem tudtuk értékelni, mert hordódokra, vízdókra emlékeztető szaga volt a bornak. Most ez adódhat abból, hogy olyan pincelődő és utána szellőztetett, hogy maga a levegő olyan rossz, hogy abban már a hordó felészesedése elindult. Tehát nem a nem kiszállított hordóból adódóan, hanem azért, mert a levegőből adódóan és a fáradtartalom is úgy penészesedik, vagy pedig nem volt elég, kicsöpögtetve a hordó. A hordó aljába összegyűlt a víz, és a tokos levegő hatására ez a fosztott meg, mint a tipikus pocsolyaszak, csak sajnos a hol is ilyen üdös lett. Hogyha követnék azt a gyakorlatot, hogy mielőtt a hordóba bort fejtenek, ugye rájutunk a szakonára, megindul a levegőrvény, és a hordóba beleszagolunk, és érezzük, hogy egészséges vagy rossz, akkor én gondolom, hogy ez a hiba nem következhetett volna be. Lehetett érezni olyan bort, ahol a fa illat volt a borba, de nem előnyére. Ugye a 2014-es évjárat nem az az évjárat volt, amit új hordóba, vagy esetleg, hogy valaki csíkszet használt, hogy egy kicsit a bajkremékeztető illat legyen a borba. Ezek nagyon vékony borok voltak ahhoz, már pedig mindig arra van szükség, hogy hiszen drága is a bajkordó, hogy nagyon jó alapanyagot tegyek bele, mert csak akkor alakul ki az a házasság, hogy kézen fogva jutnak el a csúcsnak. Ha bármelyik elmarad az egyenlőségtől, a másik javára billen a mérleg, és harmonikusból nem tud belőle születni. Idegen illatot éreztünk a 82-es számú borban, idegen zavartott a 21-es számú borban. Kékszőlőknél fordult elő, talán a gazdának rövid volt az ideje, hogy valami közbelült, és a csömöszölés nem olyan gyakorisággal tudta megoldani, hogy főt lekvárt emlékeztető illat alakult ki, illatba is, illetve zanatba is lehetett a boron ezt érezni. Ugye azért fontos a csömöszölés, mert azáltal szellőztetni is tudom a bort. A törpői fala, az ahogy fölemelkedik a cepe tetejére, az lezárja, és meg nem tudja, tehát a, mondjuk a műanyag edénybe, meg akár fába is, ugye egy körben nem tud leadni a melegből, mert az eljedés az főtermelő folyamat, amennyi kellene, és hogyha az eljedés a 26 Celsius fokot meghaladja, akkor már ezek a nem pozitív illatok, nem pozitív zavatok ki tudnak alakulni. És ezért legalább a napi háromszori csömöszölés szükséges. Másrészt pedig ugye a színanyagoknak a kinyeréséhez is nagyon fontos a csömöszölés, hiszen a képződő alkohol az az, ami a színanyagtáskákat, amik a bogyó híjába helyezkednek el, fölpattintja, és ha én csömöszölök, akkor állandóan kimosatom ezeket a felszabadult színanyagtáskákat, újra feljön a törpők alap, újra csömöszölök, mert a hőmérséklet és az alkoholtartalom együtt fokozza a színanyag kioldást. Tehát ezért is fontos, hogy a csömöszölést azt végrehajtsuk. Találkoztunk óborral is a bírálat során, és itt nem a 2013-as, hanem volt egy 2011-es bor, amit megjelölt a gazdó 2013-ban palackoztak. Bizonyára ez a bor valamikor egy nagy értékű bor lehetett, de a lepalackozás az nem azonos a palackba töltéssel. Hiszen egy bort ahhoz, hogy hosszabb időre meg tudja őrizni, megfelelően elő kell a palackozásra készíteni. Ugye egyrészt meg kell követni, hogy az ador stabil legyen, hogy az állás során illedék megképződjön a palackba, megtartsa a frissességét, üdességét, ehhez a megfelelő génszint kell, és utána alakul majd ki a palackbukjé.
hozzáállása, de igazából a jó indulat megvolt bennünk, de erre a bor ez mindenképpen csúcson túli, tehát nem lehet tőle semmi többet várni, hanem minél gyorsabban el kell fogyasztani. Volt egy tétel, ahol fényes húzós iszt éreztünk. Nagyon fontos, hogy a csapon lévő bordonál ne a csapon lévék a mintát, főleg akinél részcsap van. Ugye abban mindig marad egy kis bormennyiség, és hogyha ezt nem engedjük ki, akkor ez a fémes húzóság jelentkezik. Ezt a saját magamnak is mondom otthon, mert úgy hallítsák össze, hogy kiengedik azt, ami a csapban van, meg utána szabadon, hogy micsoda különbség van a kettő között. Ezért célszerű döntővel vagy lopóval, de mindenképpen előtte vízzel kiöblítjük, mert bizony benne, hogy mindenki mit teszi el, hogy az tisztára mosott, feltöklenített, és úgy állnak a picibe a borázathoz használt eszközök, és akkor egyszer egy vízöblítést használok, akkor utána megveszem a mintát, természetes előtte kiöblítettem a kocsit, kiöblítettem a palackot, és akkor úgy veszem a mintát, és főleg versenyre, mert ha ilyen helyekre visszük, akkor még a víz után a palackot egy nagyon kevés borral átöblítem, ezt nem mondom, hogy öntsék ki, mert azért, amit fölvisznek, megisznak, fröcsköz használják, arra nyugodtan el lehet használni, csak a üvegben lévő víz, az még lehet az egy-két köpcentés, de az se kerüljön akkor bele a borba, ezért szükséges, hogy ezt a víz is megcsinálják. Hogy a szépségekről is beszéljünk, nagyon szép olasz rizlinggel, nagyon szép rajnai rizlinggel, és egy illatos küvővel is találkoztunk, ami tulajdonképpen felvetette az ember lelki világát, hogy azért 2014-ben is lehetett jó borokat készíteni, és nekem az eddigi Mártonnak, Vincenak, Lucanaki borverseny, kutatóintézetnél borbemutató, nem igazolták azt, hogy annyira rossz lenne ez a 2014-es évjárat, és amikor itt is lehetett ilyen jó borokkal találkozni, mint ez a három felsorolt, ez tényleg a krém, akkor úgy helyre teszi az embert, hogy volt rossz is, de van jó is, van mit utolérni, van mit követni. És én szeretném ajánlani mindenkinek, hogy ezt a három bort, ezt próbálják meg megkóstolni, mert akkor talán önökben is kialakul egy, hogy milyen is lehetett csinálni, beszélnek a gazdával, hogy milyen helyen van a termése, vagy mit tett annak érdekében, hogy egy ilyen leszólt évjáratban is ilyen szép borokat tudjon készíteni. És akkor most az oktatásán. Annyit szeretnék még a szeretmények kiadása előtt elmondani önöknek, hogy az utóbbi években részben nekünk nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több borvizsgálatot rendeznek a városban, illetve a város környékén. Azonban egyre többször tesznek nekünk szemrehányást a kedves gazdák, ami kedves törzsvendégeink, visszajáró versenyzőink, hogy ezeken a különböző megmérettetéseken lám-lám sokkal-sokkal csillogóbb, szebb minősítést érnek el ugyanazzal a borral, amely a mi versenyünkön is részt vett, és itt csak egy bronz, vagy egy ezüst, vagy egy operér fokozatot ért el, ott pedig aranyak és gyémántok és csillogás. És ez a személyes véleményünk a mi versenyünkkel kapcsolatban természetesen. Én azt megígérhetem, hogy a mi versenyeinken nem fog változni a pozitív értékeléseknek az aránya. Nem fogjuk elbeszélni a kedves zsűrinket arra, meg sem próbáljuk, hogy legyen olyan szívesek jobb minősítéseket adni, mint amilyeneket szívük és tudásuk szerint adnának. Azonban látom itt egy olyan veszélyt, hogy érthetően a gazdák nagyon éhesek, nagyon jó eredményekre. Nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a boraik jól sikerüljenek. Természetesen
mindannyian arany minősítést szeretnének elérni, és képülkeztetni a Boros pincébe. Én azt tudom mondani, hogy ennek a versenynek, amely már több mint 30 éve zajlik, ennek köszönhető az, amit Klárika évről évre megerősít, hogy a gazdák egyre jobb és jobb borokat tudnak készíteni, mert itt nagyon sok mindent lehet megtanulni arról, hogy milyen nehézségeik vannak önöknek, és hogyan tudnak ezzel, milyen módszerekkel tudnak ezekkel szembe menni, hogy tudják ezeket orvosolni. Hogyha átadjuk a terepet azoknak a versenyeknek, ahol talán egy kicsit szubjektívebben, kicsit a helyi közösség barátságosabban, a szívének kedvesebben tud bírálni, illetve díjazni, és a gazdák csak azokra viszik el a boraikat, akkor egy idő után el is hiszik azt, hogy csak aranyérmes borokat tudnak már készíteni, és ide pedig nem hozzák el, nem kíváncsi a minden évben a kritikára, akkor eljuthatunk odáig, hogy nagyon szép okleveleket tudunk kifüggeszteni a Boros pincében, de lehet, hogy évről évre rosszabb borokat fogunk készíteni. Tehát a mi versenyünk megmarad egy igen-igen szigorú, és lehet, hogy önök számára kevésbé örömteli versenynek, de talán tanulásra inkább alkalmas verseny. Ennyit szerettem volna előjárban elmondani, és akkor kérem Klárikát, hogy jöjjön mindenki, és olvasnám a vörös borokat első oké. Vegyes vörös borára a rotterén minősítést ért el, de Pál, gratulálok. Merlot Cabernet Sauvignon Borekval oklevél minősítést ért el Gers Kárgy. Oporto két frankos küvé 2013-as évjelöltű borával bronz minősítést ért el Csiba László. Zweiger borával bronz minősítést ért el Csicsek László. Cabernet Franc borával bronz minősítést ért el Hoffmann Mihály. Vegyes vörös borával bronz minősítést ért el Kalitás János. Cabernet Franc 2 frankos 2013-as évjelöltű borával bronz minősítést ért el Lét Ura. Vegyes vörös borával bronz minősítést ért el Paul Zsoltán. Vegyes vörös borával bronz minősítést ért el Valc Antal. Vegyes vörös borával ezüst minősítést ért el Kohár József. Vegyes vörös borával ezüst minősítést ért el Olárnyi Tibor. És Oporto kétrankos Feiger borával ezüst minősítést ért el Csiba László. A vörös borok között, amit az kiderült, aranyérem, aranyminősítés nem született. Kétrankos Rozé borával bronz minősítést ért el Termen Csaba. Kárenyikra Rozé borával bronz minősítést ért el Hoffmann Mihály.
asztal. Oh,